Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Hétköznapok és benne a világ nézetek a Biblia tükrében című sorozatunk következő része, a globalizmusról fogunk beszélni, és köszöntöm kedves vendégeinket. Itt az éterben Hak Pétert, lelkészt, a Szent Pál Akadémia tanárát és Kánai Andrást, jövőkutatót. Szervusztok! Szerbusz, köszöntelek, és köszöntelek András téged is, és örülök, hogy itt lehetünk, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Igen, köszönöm. És arra gondoltam, hogy nyilván ez egy olyan szó, amit már sokan hallhatunk, főleg az utóbbi időben a hallgatók is nyilván hallottak már a globalizmusról, a globalizációról, de szeretném kérni, hogy röviden, amennyire lehet, definiáljátok ezt a fogalmat. Nyilván ez egy kicsit bonyolultabb fogalom, és hát bízok benne, hogy az óra további részében kibomlik a hallgatók előtt, hogy pontosan mit is jelent ez. De akkor Péter, megkérnélek, hogy először, ha lehet, akkor ezt hogy definiálnád röviden? Hát mindenekelőtt ugye a globalizáció és a globalizmus az ugye egy olyan társadalmi elmélet, amely alapvetően a nyugati civilizációból indult ki, és a világnak egy világszintű egységesítését tűzi célul, egy olyan univerzálódási folyamatra értünk ez alatt, amely az életnek szinte minden területén felszámolja a különbségeket a világ különböző pontjai között, kulturális különbségeket, gazdasági különbségeket, vagy legalábbis ezt ígéri. Ugye egy olyan folyamat, ami alapvetően gazdasági motorjai vannak, de messze túlmutat ezen, tehát tulajdonképpen egy egységes világrend felé irányuló törekvés, aminek hát nyilván a hívei, ennek az eszmének a hívei, azok úgy ítélik meg, hogy ennek a folyamatnak az eredményeként jön majd el a Földre egy minden eddiginél nagyobb jólét és harmónia és béke, hiszen mindenki majd az előnyöket egyformán fogja élvezni, és az óceániai szigeteken ugyanúgy fogják élvezni a tudomány, a gazdasága, a technika vívmányait, az orvostudomány, az informatika és minden más vívmányait, mint ahogy New Yorkban vagy Berlinben a fejlett világ középpontjában. Ugye ez a kulcselem, bibliai szempontból fontos kulcselem, az az egységesítés, de erre majd még visszatérünk. Illetve annyit tennék hozzá, hogy ugye két irányból nézném meg, az egyik egy társadalmi, hát társadalmi közösségi elvárás, tehát az, hogy a félretéve a különbségeket legyenek egységes platformok, és ennek nyilván megvannak a technikai részletei. A legelőször is az, hogy a Magyarország is, mikor még kommunista ország volt, akkor ugye az államcsőd elkerülése érdekében 80-as évek elején belépett a Világbankba. Tehát mi már akkor egy globális szervezethez csatlakoztunk, nyilvánvaló előnyök mellett. És azért akarom ezt így kihangsúlyozni, mert ez alapvetően a gazdasági világból jön. Tehát amikor az első transznacionalista vállalatok létrejöttek, a Rockefeller, a többi, akkor ezek elkezdtek túlnyúlni a saját országukon, és nem csak, hogy lerakatokat hoztak létre, hanem egy sokkal, sokkal nagyobb cégek jelentek meg, amelyek már akkora nemzetállamokkal így, hát ha nem is akadtak össze, de hát látszott, hogy ezek elég nagyra fognak nyúlni. És a technológia, ugye a Telegram, a telefon, és aztán 83-tól először csak amerikai akadémiai katonai körökben az internet, annak elődje az ARPANET, lehetővé tette, hogy ez a globalizáció ne csak gazdasági legyen, és ne csak szervezeteken keresztül menjen, és ne csak cégek keresztül menjen, hanem az egyes embereken keresztül is. Tehát itt nagyon-nagyon fontos és nagy szerepe van, és ahogy látjuk most, egyre inkább, ugye a big tech cégek körüli botrányok kapcsán a technológiának, és ezek mind-mind abban az irányban mutatnak, hogy az emberiségnek, hogy így mondjam, adjon egy egységes fazont, egy új egységes normarendszert, vagy szokásokat, vagy modus vivendit, vagy életmódot. Tehát körülbelül az egységesítésnek ilyen nagyon sokféle területe van, amely az utóbbi években sokkal jobban felgyorsult, amiatt is, hogy nem vagyunk elzárva ezektől a gondolatoktól, és igazából nincs senki elzárva, és arra gondolunk, hogy a Földön hány milliárd embernek van okostelefonja, ami szélesebb internethez tud valamilyen csatlakozni,
akkor azt lehet mondani, hogy ez egy meghatározó világnézetté és gyakorlattá vált napjainkban. Arra szeretnék reagálni, amit mondtál, hogy a technológia bekapcsolódott ebbe a folyamatba, mert ugye régenben mondhatnánk azt, hogy egy utópitikus nézet lehetett volna az, hogy a világ valaha is egységben tud lenni, hiszen mindig voltak olyan erős egymásnak ellenszegülő vagy ellenében lévő birodalmak, amelyek miatt ez talán nem jöhetett volna létre. Ma te úgy látod akkor, hogy a technológia által ez valamiképpen megtörténhet? Igen, használtad azt a szót, hogy utopisztikus. Nagyon-nagyon fontos. Az alap utopisztikus regény, az ugye nem az 1984 és a Szép új világ, hanem ezeknek az alapja, Viktor Zamyatinnak a Mi című regénye, ami 1920-21-ben született, és hát nyilván a Szovjetunióban nem engedték ezt kiadni, csak amikor az ottani rendszerváltás környékén. És már ő az Zamyatin egy olyan világot írt le, ahol egységes egy darab állam van, egy darab egységes elvekkel, egy darab büntető intézkedésekkel, és egy elvárt magatartás formával, megfigyelés alapú gazdasággal. Tehát ő azt látta, hogy így e felé tulajdonképpen rohanunk, és itt nagyon-nagyon fontos volt a technológia kezdetektől fogva, hiszen ő a regényben egy ilyen űrhajót építenek, az integrál nem űrhajót, hogy ezt az eszmét, az egy világnak az eszmét más bolygókra is elvigyék. Tehát a technológia, a technológiai fejlettség, a technológiának az eszközöknek a fejlettsége, ugye itt nem moralitásról van szó, nagyon érdekesen szemben áll a kettő. Általában ebben a regényekben, ahol a technológia nagyon fejlett, vagy nagyon képes befolyásolni mindennapokat, a moralitás nem követi ezt, tehát nem lettek jobbak az emberek, hanem ugyanolyanok, mint voltak, csak egy büntető állam rájött. Tehát itt is már megjelenik az, hogy a technológia az, a mérnöki világ az, ami meghatározza majd a mindennapokat. Ugye beszélhetünk a globalizmus esetében, azt olvastam, hogy azért elég sok rétűen kezelik ezt a fogalmat, tehát akár a politika oldaláról megközelítve, akár mint kulturális globalizmus is használják ezt a kifejezést. Mennyire helyes egyébként ezt így használni, mert ti is céloztatok rá, hogy alapvetően a gazdasági világból jön ez a folyamat. Én most egy pillanatra, nagyon, nagyon érdekes volt, amiket elmondott András, és nagyon egyetértek vele, de most egy pillanatra én egyfajta dimenziót váltanék, és a Biblia oldaláról közelíteném meg, mert valóban ez az utopisztikus kép, ami Zamyatinnak a könyvében is megjelenik, azért az már előbb létezett ez a vízió. Ugye a Jelenések könyvének a 13. fejezetében olvasunk arról, hogy a földtörténeti világkorszakokban el fog jönni egy olyan állapot, ugye, amit úgy ír le a Biblia, hogy ugye a Jelenések 13-17-ben, hogy senki se vehessen, se el ne adhasson semmit, hanem csak akin a fenevad bélyege van, vagy neve, vagy nevének száma, és ugye itt a 666-ra történő utalás, illetőleg már előtte is látjuk a Bibliában azt a jövőképet, amikor Izraelben, Jeruzsálemben a két tanúbizonyság megjelenik, és a két tanúbizonyság gyötri az embereket az igazsággal, és mi amikor a bibliai profécia alapján a két tanúbizonyságot megölik, akkor azt olvassuk, hogy tulajdonképpen az egész emberiség, ezt nagy örömmel figyeli, erről a Jelenések 11. fejezet 10. versében olvasunk, hogy a földnek lakosai örülnek, örvendeznek rajtuk, és ajándékokat küldenek egymásnak, mivel hogy e két próféta gyötörte a földnek lakosait. Tehát itt arra szeretnék utalni, hogy a keresztény profécia magyarázatokban, különösen a hidegháború idején, és különösen az amerikai egyházban volt egy olyan nézet, hogy az Antikrisztus az valahogy úgy fog eljönni a világra, ahogyan a szovjet birodalom uralkodik, tehát egy elnyomó, kegyetlen hatalom. Most a Bibliában nem ezt látjuk. Tehát például ez, amit az imént felolvastam a Jelenések 11.10-ben,
ugye itt azt látszik, hogy az emberek óriási örömmel fogadják azt, amit az Antikrisztus létrehoz, amire ugye András is utalt, egy ilyen technológiai fejlődés. Ha nem lenne ez a technológia például, amit most is használunk, akkor a járvány idején hát összehasonlíthatatlanul nagyobb csapás lenne ez a járvány az emberiségnek, ugye nem lenne ott home office, nem lehetne otthonról tanulni a gyerekeknek, nem lehetne otthonról dolgozni az embereknek, nem lehetne online istentiszteleteket tartani, tehát azon a módon, ahogy a 70-es, 80-as években terjedt az Isten igéje, hogy ilyen szamizdatokon, meg ilyen régi hangkazettákon küldözgették az emberek, ezen a módon most nem tudná a világ előre menni, és az a gazdasági visszaesés, amit most is tapasztalunk, az nem akkora lenne, mint a mostani, hanem léptékekkel nagyobb. Tehát ennek a folyamatnak, ennek a globalizációs folyamatnak a felszíni szintjén egyértelmű, vagy nem mondom, hogy egyértelmű, de a felszíni szintjén nagyon nagy előnyei láthatók az emberek, önként, dalolva, egymást megelőzve próbálnak bekapcsolódni ebbe a globalizációs folyamatba, próbálnak mindent megtenni, hogy ebben a nagy globális rendszerbe harmonikusan tudjanak illeszkedni, olyan laptopjaik, okostelefonjaik, olyan szoftvereik legyenek, ami ebbe a harmóniába beilleszkedik. De miközben ezt megteszik, aközben egy minden korábbinál nagyobb ellenőrizhetőségi rendszert hoznak létre, tehát ugye magunk fizetjük azt, hogy kamerákkal és mikrofonokkal tömjük tele a lakásunkat, amit bárki bármire tud használni, tehát ezekre ugye bárki rá tud kapcsolódni a kamerákra, az állam is rá tud kapcsolódni, de mások is rá tudnak kapcsolódni. Gyakorlatilag minden pénzügyi művelet ezeken az eszközökön keresztül zajlik. Nyilvánvaló első megközelítésben nagyon egyszerű az, hogy hát most is nyilván a hallgatók között is többen vannak, akik élvezik azt, hogy online megrendelnek Amerikából, vagy Ausztráliából, vagy Kanadából bármit, és egy-két nap alatt ott van. De ettől a pillanattól kezdve minden pénzmozgásuk is ellenőrizhető. Tehát az, amit például a Jelenések 13-ban olvasunk, hogy senki nem adhat, nem vehet, csak aki felveszi az Antikrisztus bélyegét, ez ugye 2000 éve jelen van a proféciában, és a 2000 évből 1900 valahány évig ez nagyon nehezen volt elképzelhető, hogy hogyan lehet ezt megvalósítani, hogy tényleg senki ne adhasson, ne vehessen, csak aki rajta van az Antikrisztus bélyege. Ma ennek a technikai, technológiai feltételei készen vannak, és az a magának a bélyegnek a felvétele sem úgy történik, ahogy sokáig leírták, hogy az Antikrisztus erőszakkal veszi rá az embereket. Az emberek ezért is sorba fognak állni, hogy hadd vehessék fel magukra ezt a bélyeget, mert azt látják, hogy ez lesz az egyetlen módja, hogy ebben az új világrendben élvezzék az előnyöket. Hagy tegyek még hozzá egy dolgot, amit eszembe jutott, hogy a két legfontosabb 20. századi disztópikus regény az 1923-as Szép új világ, Huxley regény, és a 49-ben megjelent 1984. És a Huxley, amikor olvasta Orwell regényét, akkor élesen nem értett vele egyet, hogy a jövőnek az állama az minden szempontból egy elnyomó állam lesz. Ugye a Huxley regényében az emberiség úgy süllyed bele a disztópiába, hogy közben mosolyog és élvezi. Tehát az ő világ, ő azt mondja, hogy nem kell betiltani a könyveket, ha az emberek nem fognak olvasni, nem kell az emberektől elvenni az információt, ha rájuk ömlesztik a sok-sok teljesen értelmetlen információt. Tehát ez másfajta, tehát amit a Péter mondta, hogy önkéntes dalolva, ez ragadta meg a fülemet, inkább e felé megyünk most. Ha azt nézzük meg, hogy a járványnak mely iparágak a nyertesek, akkor egyértelműen a digitális alapú szórakoztató ipar, tehát így nevesíteni is lehet, mondjuk egy Netflix, az hatalmas nagy kaszálást csinál most, és az összes többi olyan digitális felület, ahol szórakoztató iparra épül, és könnyen hozzáad fél. Ez is teljesen új dolog, hiszen innentől kezdve nem kell kimenni a lakásból. És ugye ez nem nagyon volt, vagy ha kimegy az ember a lakásból, akkor is képernyővel együtt teszi meg ezt az egészet. És
Nekem, amikor Péter olvasta a jeleneseket, mindig megüti a fülemet az, hogy az a kifejezés, hogy az egész föld követi, mindenki örül. Tehát, hogy gondoljunk most bele, hogy mi van, mondjuk egy globális helyzetben, egy járványban, és így is a lakosság mondjuk 40%-a, 30%-a, ez most csökken, nem akarja magát beoltatni, vagy ellentétes, ellenkezik ezzel. Tehát, hogy az ebbe a bibliai részben az elképesztő, hogy mindenki egyet fog gondolni. Tehát ismerve a mostani emberiséget, nagyon nagy változásoknak kell történnie, hogy ilyen legyen. Ez most teljesen elképzelhetetlen. Tehát annyiféle információ, annyiféle érdek, annyiféle összeskés elmélettől kezdve a nem elméletig van, hogy nagyon nagy erős dolgoknak kell történni, hogy ez megtörténjen. De ti is említettétek még a beszélgetés elején itt a gazdasági vonalat, és Péter is említette ezt a kereskedést, és ez a Bibliában többször visszatér, ez a kereskedés kifejezés, és a jelenések könyvében is ugye a parázna asszonyról ezt írják, hogy kereskedik a föld királyaival. Ez mennyire jellemző, hogy ez a, tehát a globalizmus, illetve az, hogy egy legyen a gondolkodás, amiről András is beszélt, ez ennek akkor valószínűleg gazdasági alapjainak is kell, hogy legyen majd? Vagy ez el fog válni a jövőben a kettő, hogy az ideológiai globalizmus, illetve a gazdasági része? Én azt gondolom egyfelől, hogy megint csak a Bibliára visszatérve, hogy a jelenések könyve az utolsó időkkel kapcsolatban, ugye Babilonról beszél, egy szellemi Babilonról, és ha megnézzük a Teremtés könyvét, egy Mózes könyvét, akkor látjuk, hogy Babilon, ugye Bábel toronynak a felépítése, ebben a fő mozgató rugó az emberiségben az volt, hogy szembeforduljanak Istennel. Ugye a vízözön után Isten azt mondta Noénak, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek be a földet. Ugye az egész emberi teremtésnek a célja már Ádám teremtésekor is az volt, hogy az Isten által megteremtett látható világban az Isten képére teremtett ember vegye át az uralmat a teremtett világ fölött, és az Isten képére teremtett ember Isten megbízásából uralkodjon, művelje ezt a területet, és használja. És ugye láttuk azt, hogy Ádám és Éva bukásánál az emberiség átadta a világ fölötti uralmat a sátánnak. Ugye ennek viszonylag rövid időszak után, tehát néhány száz év telhetett el, illetve pontosan nem tudjuk, hogy körülbelül, vagy legalábbis hirtelen nekem nem jut eszembe, hogy a teremtéstől a vízözönig körülbelül mennyi idő telhetett el, de a vízözönt megelőző állapotra azt mondja a Biblia, hogy megtelik a föld gonoszsággal, és az embereknek minden gondolata szüntelenül csak gonosz, ami azért abból a szempontból érdekes, hogy Jézus ugye azt mondta a proféciájában, hogy az utolsó időkben ugyanolyan idők állnak be, mint Noé idejében, tehát a gonoszság elárasztja a földet. És hogy erre avatkozik be Isten a vízözönnel, a vízözön után pedig az a parancsolat, hogy menjetek el, oszoljatok el, töltsétek be a földet, szaporodjatok, sokasodjatok. És ugye erre jön, ugye Kánaán, illetőleg Kám leszármazotti vonalán Nimród, aki a Babilont megalapítja, a babiloni toronyépítésbe belekezd, amelynek nyilvánvaló célja, hogy ne töltsük be a földet, ne menjünk szét, és építsünk valamit, amivel meg tudjuk előzni azt, hogy Isten újra beavatkozzon az életünkbe. Tehát két módon is a Babilonnak az építése, az ugye szembe megy Istennek az igéjével. És a jelenések könyvében újra megjelenik ez a Babilon, a szellemi Babilon, amelynek a célja az, a végső célja, hogy az ellenkezőt tegyük, mint amit Isten mondott az embereknek. Na most ennek a folyamatnak a látható szintjén, hogy a kérdésedre konkrétan is visszatérjek, a látható szintjén az energizáló vagy mozgató része az nyilvánvalóan a gazdasági rész. Tehát a gazdasági érdekek nyomják előre ezt az egész folyamatot.
elképesztő méretű meggazdagodás zajlik. Ugye az egész ideológia azt mondta, hogy azt hirdette, hogy az emberek közötti különbsége, kiegyenlítődése történik meg a globalizáción keresztül. Ennek az ellenkezőjének lehetünk a tanúi. A legszegényebb és a leggazdagabb emberek közötti különbség minden képzeletet felülmúlva megnőtt az utóbbi időben. Néhány száz ember annyi vagyonnal rendelkezik, mint a világ lakosságának a 98%-a együtt, és ugye nyilvánvaló, hogy ezek a és ebben nincs olyan, hogy most már elég, most már nem kell több, ugye az ige is erről beszél, hogy ez nem fog megelégedni ez a folyamat, ez a mozgató rugó tolja előre ezeket a folyamatokat, és nyilván ezekre a gazdasági érdekekre rátelepül egy politikai ideológia, illetőleg rátelepül művészeti, kulturális ideológia, mert értelemszerűen mondjuk egy koreai pop együttesnek, ha angolul énekel, akkor a piaca az 5-ször vagy 500-szor nagyobb, mint hogyha a koreaiul mutatná be, vagy egy koreai film, vagy akár egy magyar film is, hogyha ezt sikerül eladni a globális piacon, és akkor olyan kulturális terméket kell állítani, vagy létrehozni, ami nem csak abban a nyelvi és kulturális közegben értelmezhető, amiben megalkották, és ezzel értelemszerűen ezeknek a lokális, nyelvi és kulturális nemzeti értékeknek a megközelítése megváltozik, mert ettől kezdve a nemzeti, amiről majd később beszélhetünk, az már akadálya lesz például annak, hogy egy globális piacot elérjen valaki. Én is visszatérnek arra, hogy a gazdaság kérdezted ezt a dolgot. Most kicsit így gondolkodtam, talán a világ első transznacionális, hát így mondjam, vállalatcsoportja vagy vállalkozása a templomos lovagrend volt. Ők már ugye, hogyha azt nézzük, akkor két földrészre is közel-kelet, tehát Ázsia és Európára is kiterjesztettek egy egész nagy gazdasági rendszert, ugye váltókat adtak ki, tehát amellett, hogy volt egy erős küldetés tudatuk, amire létrejöttek, amire ugye később a maga a pápa adott parancsot, hogy ez már túl sok a befolyásuk, és ugye ezért kellett megölni a képviselőket, és eltűntek, és egzotikus regényeknek adnak azóta is táptalajt, hogy írjanak róluk, de minden esetre ilyenek voltak, és aztán a kelet-indiai társaság is ilyen volt, már több földrészre kiterjedt. Amit most látunk, most több olyan trend van, ami viszont eddig sohasem volt. Az egyik az, hogy ma már neked, nekem, az egyszerű embernek, de még egy gazdag vállalkozónak sincs lehetősége arra, hogy létrehozzon olyan céget, mint akár a Facebook, a Google, az Apple. Ez lehetetlen. Tehát, hogyha a legokosabb ember most elkezdi, akkor is olyan hátrányban van az információk, a statisztikák, a begyűjtött adatok miatt, ami szinte ez lehetetlenné teszi. Tehát létrejöttek olyan monopóliumok, amit most próbálkoznak, birkoznak velük az államok, de ezeknek a cégeknek a jellege miatt, vagyis hogy hol szolgáltatnak, de mi a székhelyük, nem olyat termelnek, mint régen a cégek, hogy meg lehet fogni, hogy itt van a gyár, innen hozzuk el, és ilyen az elosztási rendszer. Ez egy szinte lehetetlen feladat. A másik ilyen, hogy sokkal nagyobb lett az emberiség, sokkal nagyobbak lettek az országok, és az látszik, hogy azok a cégek, akik nincsenek a választói akarathoz kötve, nincsenek 4 éves ciklushoz hozzátéve, egyszerűen sokkal hatékonyabban működnek. Tehát, hogy sokkal jobban tudnak működni, mint az államok, és egy állam nehezen tud ezzel akár fölvenni a versenyt, akár regulázni. Ez ugye most már azért nagyon erősen látszik. A következő ilyen trend az, hogy most már a cégek nem elégednek meg azzal, hogy valamit szolgáltatnak, valamit eladnak, hanem elkezdtek úgynevezett marketingben ilyen purpose driven ilyen dolgokat előhozni, és azt jelenti, hogy a cégek nem csak egy terméket akarnak eladni, hanem megfogalmaznak bizonyos értékeket, hogy mi azért csináljuk meg, mert ezért, mert ezt tartjuk fontosnak, azt tartjuk fontosnak. És amikor arra rámutatnak, hogy mit tartanak fontosnak, akkor ott már, és ez az amerikai piacon és az amerikai közvetben nagyon erősen látszódik, Európában nem, ott már bizonyos érdekeket, akár lehet mondani keresztény értékeket, elveket, tulajdonképpen ütköztet saját magával. Tehát, hogy nagyon sok cégnél olyan iniciatívák vannak, amelyekkel nem mindenki tud egyetérteni, viszont ez már ilyen elvárt etosz lesz. Tehát maguk ezek az nagy cégek maguk után húznak most már olyan, nem is filozófiát, hanem tényleg ezt mondanám, hogy moralitást, hogy egyesek új moralitásnak mondják a régi keresztényhez képest,
De hogy ez egy nagyon-nagyon új jelenség, és ilyenre nem volt példa, hogy ők a semleges részükről, hogy csak el akarunk adni nektek valamit, és ha megveszitek, akkor örülünk neki, és hasznunk van, ehhez most már ragasztanak elveket, és ez ami teljesen új volt. Régen azért nem ment ez így bele, és jellemzően olyan témákról van szó, ami még elég erősen megosztja a társadalmat. És mivel nekik a termékeik, a szolgáltatásaik, a felhasználási módjuk, mi is egy ilyennen keresztül tudunk beszélgetni, azok kényelmesebbé teszik az életet, és a legtöbbször ugye ingyenesek, tehát ugye az ingyenesség csapdája az megvan, ezért sokkal több emberre hatnak, mint akár egy-egy kormány. Igen, ez nagyon jó, hogy behoztad a képbe ezt az új moralitást, mert kérdezni szerettem volna, hogy ezt szokták mondani, hogy a pénz az hatalom, és hát régen ez a hatalom az uralkodóknak, a királyoknak, a politikai vezetőknek a kezébe volt, most meg úgy tűnik, hogy akár ezek a cégek ezzel a nagy gazdasági fölényükkel valóban morális kérdésekben akarnak állást foglalni. Péter, ez hogy kell nekünk hozzáállni keresztényként? Igen, ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos csapda. Abszolút, hogy ezek a cégek, ezek valóban moralitást diktálnak a saját érdekeik alapján. Bennem nagyon megmaradt valahonnan, azt hiszem éppen Malajziából jöttem hazafelé a repülőn, kezembe akadt egy újságcikk, ami azt hiszem a Financial Times-nak a száma volt, ami két teljes oldalon keresztül dicsérte, hát egyszerűen ajnározta az Apple vezérnek a személyét, és ugye leírja azt, hogy ugye ő nyíltan vállaltan homoszexuális, és a homoszexuálisokat milyen előnyökbe hozza a cégén belül, tehát akik homoszexuálisok, azokat ő mennyire támogatja a cégen belül. És ugye arra gondoltam, hogy ha ugyanezt egy keresztényről írnák, akkor az biztos, hogy világbotrány lenne, hogy micsoda disznóság, hogy a keresztény a saját testvéreit a cégen belül előnybe hozza. De hát ugye itt egy olyan értékrendet közvetítenek, ami a Bibliával nyilvánvalóan ellentétes, ugye nekünk abban az értelemben én emberileg a homoszexuális embereket természetesen szeretjük, és kívánjuk nekik, hogy megismerjék az igazságot, de maga az értékrend az a Bibliával egyértelműen ellentétes. De ugye ezekkel a gazdasági pozíciókkal már az értékrend képviseletét is lehetetlenné teszik. Ugye már most látható például az amerikai fejleményekben, ahogy bizonyos nézek, például azokat, akik vitatják az amerikai választások tisztaságát, azokat kizárják a különböző platformokról. Ugye ezek a nagy cégek bárkit, aki például a számukra fontos ideológiai kérdésekben nem ért egyet, azokat, tehát hogy mondjam, törlik, tehát óriási gazdasági veszteségeket élhetnek már most át azok, akik nem állnak be ebbe az ideológiai rendbe. Ugye akik voltak írók, akiknek a mainstream gondolkodástól eltérő véleményük volt a transzgender ügyekbe, és óriási kampány indult ellenük, abszolút megérzik a társadalomban való érvényesülés és a gazdasági lehetőségek beszűkülését mindazok, akik nem adnak be, nem állnak be ebbe az irányba. És itt emelném azt ki, amit András mondott, az egy nagyon fontos elem, hogy ezek az érték diktáló, most az értéket idézőjelbe értem, tehát ezekben vagy az ideológiát diktáló szervek, ezek nem demokratikus szervek, ezek nem az emberek véleményét képviselik, ezek nincsenek kitéve annak, hogy 4 évente vagy 5 évente a választói megerősítést kapjonnak, amit csinálnak, hanem ezek felülről lefelé diktálják az értékrendjüket, és hát hoznak létre egy nagyon-nagyon sebezhető világot. Ugye itt hadd említsem meg, hogy a globalizációnak az ideológiai szinten hirdetett nagyon nagy
előnye az úgynevezett komparatív előnyöknek a megközelítése, tehát az a megközelítés, hogy hát minden, a világ minden pontján a gazdaságoknak megvan a saját speciális előnyük, és ha mindenki azt termeli, amiben ő különösen jó, akkor ez az egész világrendet jó harmóniába hozza, hiszen akik autót tudnak gyártani, azok gyártják az egész világnak az autót, akik meg gyógyszert, azok majd gyártják az egész világnak a gyógyszert. De most itt vagyunk ennek a járványnak a közepén, és hát azt lehet látni, hogy ugye az Egyesült Államok azzal szembesül, hogy gyakorlatilag a gyógyszeripara kikerült a kezéből, és Kína gyártja az amerikai gyógyszeriparnak a gyógyszereket, és hogyha Kína ad gyógyszert, termel gyógyszert, akkor van, ha nincs, akkor ha nem termel, nincs. Ugye elkezdtek azon gondolkodni, hogy hogyan lehetne visszahozni a kulcs gazdaságot. Ugyanebbe a helyzetbe került az Európai Unió is, hogy óriási összegeket fordít a vakcina kidolgozására, amely vakcinát legyártják európai cégek, és eladják Európán kívül, és az Európai Unió nem tud beleszólni, és ugye látjuk, hogy Magyarország is, és más országok is elkezdenek külön utakat járni, mert azt látják, hogy ki vannak szolgáltatva. Tehát ez a fajta komparatív előnyökön alapuló gazdaság, ez egy minden korábbinál nagyobb kölcsönös kiszolgáltatottságot hoz létre a világon, és ez a kölcsönös kiszolgáltatottság nyilván már a 70-es években nagy olajválság idején felszínre került, de ez nem józanította ki az embereket, vagy az emberiséget. Továbbra is azt erősítik, hogy függjünk egymástól minél jobban, de ez a függőség, ez abszolút nem csak előnyökkel jár. És itt bejön az is, hogy amit a Péter mondott, hogy a globalizmus tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kínálatnak a beszűkülése. Még eszembe jutott még egy trend, ami rendkívül fontos, és hogy kevésbé jön át a magyar sajtóba, mert a sokféle iparágat kéne olvasni, de hogy az a lényege, hogy igazából egyre kevesebb márka lesz, és egyre kevesebb választás. Úgy tűnik, hogy nagyon sok választás van, de most, ha valaki egy nagy vállalatnak a bordjában van, tehát elnök vezérigazgató, és a bordnak meg kell felelni, akkor növekedést kell felmutatni. Bizonyos területeken már nagyon nehéz növekedést felmutatni, mert nem tudunk több ágyat venni, több autót venni, és így tovább. Egyszerre csak egy helyen tud az ember szórakozni. Szóval, hogy ennek bizonyos fiziológiai, meg pénzügyi határai vannak. A növekedésnek a másik módja az, hogy felvásárolni cégeket, akik vagy konkurenciák már, vagy konkurenciák lehetnek. A Twitter például most felvásárolta a Revue nevű hírlevél szolgáltatót, mert nagyon jól látható, hogy a hírlevél és az előfizetéses tartalom az, ami most megint nagyon menni fog, Amerikában már látszak ennek a jelei. És ugye egyszerűbb felvásárolni egy céget, mint kifejleszteni a nulláról. De ez viszont azt jelenti, hogy kevesebb lesz megint a kínálat. És a másik, ami eszembe jut a globalizmusról, amit itt a Péter is mondott, és beszéltünk a vállalatok kapcsán, hogy igazából az azt jelenti, hogy egyfajta érték van. Tehát nem egy olyan plurális gondolkodás van, hogy én ebben hiszek, én ezt gondolom, én azt gondolom, és ez bármikor ki is mondhatom, hogy ez a másik dolog, hogy még csak annál vagyunk, hogy légy nyilvánosan ne írd le. Otthon még csak elmondhatod, de nyilvánosan ezt leírd le. Ugye ezt ismerjük, mert ebben éltünk Magyarországon. Szóval, hogy pontosan a pluralizmust öli meg ez a gazdasági jellegű globalizáció, mert hogy nem hagy más véleménynek teret bizonyos felületeken. Szóval, hogy megmarad az, hogy te kisebb közösségben mondhatod azt meg társágban, amit gondolsz, de ezt már nem viheted ki felületre, és most ha más felületre is belegondolunk, akkor az azt jelenti, hogy eddig volt ötféle vélemény, most megyünk a 3, 2 és 1 vélemény felé. És ez, ami teljesen új jelenség, hogy az emberiségnek el kell fogadni a bizonyos dolgokat, hogy ezek ilyen alapmoralitások, vagy hogy is mondjam, alapelvek, vagy így működik a világ, úgy, ahogy a középkorban mondjuk Luther előtt csak a katolicizmus volt, és ami ezen kívül esett, az már ugye akkor eretnekségnek hívták, és több-kevesebb vehemenciával üldözték, attól függően, hogy hány követője volt. Szóval, hogy a globalizációnak ez is az ilyen rossz mellékhatása. Nyilván azok mellett, most azért nem teljesen mondhatjuk, hogy Péter is elén elmondta, hogy minden rossz benne. A globalizáció még azzal is megajándékozza az emberiséget, hogy ad egy ismerős érzetet. Tehát aki sokat utazik, és elmegy egy másik országba, és elmegy egy másik városba,
és gyorsan enni akar valamit, akkor az egy nagy M betűt keres a téren, mert tudja azt, hogy körülbelül az, amit kap, az ott ugyanolyan, mint amit megszokott otthon. Csak ugye ezeknek a következő mindig az, hogy ahogy előbb a komparatívról szó volt, hogy a helyi vállalkozások, a helyi hangok, a helyi embereknek az okossága, az nem tud ez egy idő után nem tud ezzel versenyezni, mert nincs annyi tőkéje, és ami most sokkal fontosabb, hogy nincs annyi know-how-ja. Ugye Magyarország azért volt könnyen becserkészhető hely a rendszerváltás után, mert nem volt know-how, csak óriás szocialista nagyváltók voltak, de hogy hogyan kell működtetni egy telekommunikációt, hogyan kell működtetni egy olyat, ami eddig nem volt, azt mi nem tudtuk, hogy hogyan kell rendesen autót gyártani, azt nem tudtuk, azt csak külföldről lehetett megmondani, és ide kellett jönni embereknek. És továbbra is ez lesz, és ugye van még egy nagy terület, hát Ázsia és Afrika. Tehát most mindenki Kínáról, Indiáról beszél, jogosan, de hát a következő nagy terület az Afrika lesz, ahol egy Nigéria nem sokára 200 milliós lesz, ahol Egyiptom 120 milliós lesz. Tehát, hogy ott jön majd a következő része ennek a globalizációnak, és például számomra az a kérdés, hogy be tudják-e például egy iszlámot tenni ebbe, ami teljesen más globalizációba gondolkodik. Nagyon jó, hogy behoztad, és még szeretnénk visszatérni az iszlámra, de ha megengeditek, még itt az új moralitással kapcsolatban egy gyakorlati kérdést tennék fel. Ugye vannak ezek a nagyvállalatok, ahogy már felvázoltátok, és képviselnek olyan értékeket, mondjuk, ami a keresztény értékekkel szembe megy. Volt egy ilyen pár évvel ezelőtt egy ilyen ügy, és akkor megoldásként a keresztények azt gondolták, hogy bojkottáljuk azt a terméket, ne vásároljunk belőle annyit, vagy most akkor ne fogyasszunk olyan terméket, és ezzel fejezzük ki a tiltakozásunkat. Aztán mindenki rájött, hogy az a szénsavas üdítőital gyárt szinte majdnem minden üdítőitalt itt Magyarországon, tehát aki már azért megnézte a címkéket, az látta, hogy nagyon nehéz lenne ezt bojkottálni, hogyha, és ez nagyon sok mindennel így van, a telekommunikációban is, ahogy András említette. Mit tud tenni egy keresztény, ha ez a hagyományos bojkott olyan áldozatot követel, mondjuk, ami már a saját életét nehezíti meg, akár például most a telekommunikációra, ha gondolok. Hát ez egy nehéz kérdés. Ugye egyfelől én azt gondolom, hogy tehát a Biblia alapján a keresztényeknek a fő tájékozódási pontja az mindig a bibliai értékrend, és ugye ezt az értékrendet, ezt képviselni kell. De ugyanakkor most ezen a héten a prédikációkban is elhangzott, utalás történt Jézus főpapi imájára a János Evangélium 17. fejezetében, ahol Jézus azt mondja az atyának, hogy nem azt kérem tőled, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg a világtól. Pál apostol a korintusi levélben azt mondja, hogy nem azt mondom, hogy a világi paráznákkal vagy csalókkal ne beszéljetek, hanem azzal, aki atyafilétére. Tehát tulajdonképpen a kereszténység gazdasági vagy politikai módon vissza tudja tartani egy darabig az antikrisztusnak a szellemét, de megakadályozni nem tudja. Tehát itt külön felhívom a figyelmet arra, hogy az nem bibliai ima téma, ha valaki azért imádkozik, hogy ne legyen meg az antikrisztusi birodalom a Földön. Az ima, a helyes ima téma az, hogy minél később legyen meg. És én azt gondolom, hogy ugye itt van egy kritikus pont az antikrisztusnak, a bélyegének a felvétele, amire utaltam a korábbiakban is, amit azért hozok szóba, mert tudom, hogy megjelentek olyan nézetek, hogy az, aki beoltatja magát, az veszi magára az antikrisztus bélyegét. Ugye a Biblia alapján Ruf Tibor is beszélt erről, meg írt is a Hetekben erről cikket, azt hiszem Sándor is beszélt erről a Németh Sándor a prédikációkban, hogy az antikrisztus bélyegét az emberek nem úgy véletlenül fogják felvenni. Tehát az antikrisztus bélyegének felvétele az egy tudatos döntés, tehát az látszik, hogy egy tudatos döntés. De az alapkérdésre, hogy tudunk-e bojkottálni valamit, erre egyre nehezebb a válasz annak alapján is, amit az András az előző körben mondott, hogy egyre kevesebb a választék, tehát vagy amire a kérdésed is utalt, hogy hát gyakorlatilag nincs más, tehát
nem az a kérdés, hogy ezt a terméket hátrányba részesítem azzal szemben, hanem az a kérdés, hogy iszok-e üdítőt, vagy nem. Tehát csak csapvizet iszok. És vannak más termékek is, ahol felvetődnek. Én egyébként önmagában az helyesnek tartom, hogy az ember valamennyire vizsgálja a lelkiismeretét és szellemi módon vezetés alapján dönt, és szerintem helyes adott esetben akár a drágábbat megvenni, hogyha azzal valamilyen jó ügyet támogatunk. De az, és az is helyes, hogyha például amikor választunk, amikor szavazunk a választások során, akár az önkormányzati, akár az országgyűlési, akár az Európa Parlamenti választásoknál, akkor a szavazatunkat azokra adjuk, akik a bibliai értékrendhez közelebb állnak. Tehát ez nem egy szimpátia kérdés, én ezt problémásnak látom, hogy érzelmi alapon akarnak emberek dönteni a választáson, hogy neki ellenszenves X vagy Y. A keresztény számára a kulcskérdés a termékválasztásnál, a politikai szavazásnál, hogy melyik az, ami a bibliai értékrendhez közelebb van. Ugye, ha megnézzük, a zsidóság így élte túl a diaszpórát, hogy a zsidó közösségek azok a zsidóktól vásároltak, tehát egymást támogatták, megjegyzem. Például most is ez egy üzenet minden kereszténynek, hogy hát sok keresztény vállalkozás van, amelyik nehezebb helyzetbe került, mint korábban, éttermek, akik élelemkész házhoz szállítással foglalkoznak. Én, ha ilyet rendelek, akkor elsősorban kereszténytől rendelek, nem azért, hogy olcsóbban kapjam meg, hanem azért, hogy támogassam a testvéremet, és más szolgáltatásoknál is. Nem hangsúlyozni szeretném a keresztények közötti üzlet, mert nem az a fő szempont, hogy tudok én anyagilag olcsóbban megúszni, mert hogy kereszténytől kapom, hanem azt, hogy tudom azt elérni, hogy azoknak a vállalkozását támogassam, akinek az értékrendjével azonos platformon vagyok, mert ezzel ugye egy test vagyunk, azzal, hogy őt támogatom anyagilag, azzal az egész testet támogatom, és én nyilvánvalóan kapok cserébe. Természetesen hangsúlyozom a keresztény vállalkozóknak, amikor teljesítenek a Biblia alapján, hát úgy kell munkálkodni, mintha az Úrnak szolgálnának, tehát nem szabad ezzel a helyzettel visszaélni, hogy van nekik egy stabil vevőkörük, hanem hát tényleg minőséget kell ezt gyújtani, és megbízhatónak kell lenni. De ha ez megvan, akkor a közösségek azért tudnak időt nyerni, és tudják, vissza tudják tartani valamennyire ezeket a folyamatokat, de teljesen ezt megállítani nem lehet. András, fűznél ehhez valamit, vagy tehetem a következőt? Az jutott csak eszembe, hogy ugye az amerikai keresztények, ha most ránézünk a világra, és azt nézzük, hogy hol van befolyásos és nagy számú evangéliumi, vagy keresztény életmódot élő közösség, az Egyesült Államok. Ugye Európa ebből a szempontból az halott vidék. Tehát, hogy vagyunk szerencsére sokan ebben az országban és a más országokban is, de hát legyünk teljesen őszinték, egy 5000 fős svéd gyülekezet nem tudja befolyásolni a svéd közgondolkodást. Tehát Európa ebből a szempontból veszett fejszének tűnik most. Amerikában egy óriás utóvédharcot vívnak. Ugye az látszott az Obama rendszer, főleg a második Obama kormányzat idején, hogy a keresztények rádöbbentek arra, hogy egyrészt ők életmód kisebbség, másrészt, hogy támadás érte az életformájukat elég erőteljesen, mert nem maradt semleges az állam, mert amikor azt mondta az állam, hogy a esemény utáni abortusztablettát biztosítani kell saját pénzből a dolgozóknak, mondjuk egy katolikus szervezetnek, ugye ilyen per is volt Amerikában, akkor rájöttek arra, hogy hát ez most innentől kezdve már azért sokkal komolyabb. És ott is megnézték, hogy akkor most mit csináljunk, és úgy látom, hogy két ilyen nem szélsőség van, mert nem nevezném szélsőségnek, hanem két ilyen elváló gondolkodás meg. Az egyik talán a Rob Dreher nevéhez fűződik, nem vagyok benne biztos, aki a The Benedict Option című könyvet írta, és ő azt mondta, hogy hát az ő katolikus talán vagy ortodox, tehát nem protestáns, ő azt mondta, hogy hát ilyen barbár idők vannak, és azt kell csinálni, ami Európában csináltak a szerzetes rendek a barbár időben, hogy visszahúzottak a kolostorokba, és ott tanulással, olvasással, nem tudom mi, a saját regulájukkal élték túl úgymond azt az időt, amit ugye mi a korai középkornak nevezünk, tehát mondjuk a 11.
századik, amikor Európa ugye az iszlámot visszaszorította, és elkezdődött egy nagy fejlődés. A másik pedig az, amit a Dr. Brown csinál, hogy azt mondja, hogy egyszerűen vannak olyan konfliktusok, hogy nem tudjuk kikerülni. És hát ő nagyon, nagyon az élén áll ezeknek a konfliktusokban, tehát ott van az elején. És én szerintem a Dr. Brown féle konfliktusok jönnek el, hogy majd egy csomó olyan helyzet lesz, ami olyan rizikós helyzetek, hogy egy kereszténynek egyszerűen mondania kell rá valamit, vagy szólnia kell valamit, vagy egyszerűen, ahogy szokás mondani, gyújtságnyelven, hogy bele kell állnia ezekbe a dolgokba. Ezt arra mondom a bojkotra, amit mondtál, hogy azért itt is van cég és cég között különbség, tehát aki annyira nyilvánvalóan az ember lelkiismeretével ellentétes dolgokat propagál, tesz, a tevékenységének meghatározó és nagy része ezt szolgálja ki, és nem csak arról van szó, hogy ilyen vagy olyan szervezetnek ad évente 500.000 forintot, hanem hogy tényleg tudatosan annyira alakítani akarja az embereknek a meggyőződését, az nyilvánvaló, hogy azt az ember bojkottálni fogja. Tehát, hogy és ez a fajta mentalitás azért jobban elő fog szerintem kerülni sok cégnél. Ugye szerencsések a technológiai cégek, mert ott ezt már nem tudjuk megcsinálni. Tehát a probléma az egész egyszerűen, hogy vannak a modern világnak egy olyan infrastruktúrája, amiről nem tudunk levonulni, mert ha azt mondjuk, hogy holnaptól mindenki, aki keresztény ott hagyja a Facebookot, ott adja a többit, akkor elveszít egy helyet arra, hogy valamilyen befolyást fejtsen ki. Tehát azért rendkívül nehezek, és közben meg lavírozni kell, hogy az uraságok, az új uraink, a technológiai uraságok, azok mit engednek, vagy éppen hol tartanak. Megjegyzem, amikor ezeknek az 5-6-7 befolyásos embernek az életét megnézzük, hát azért nem mindenkinél azt találjuk, hogy az a követendő irány, ahogy ők élnek. És akkor most hagyd kérjek vissza kicsit a muzulmán világra, amit említettél. Ugye azt, aki ismeri a történelmet, tudja, hogy birodalmak küzdöttek egymással eddig is valamilyen szinten a világ uralomért, de mindig kiegyensúlyozták valahogy egymást, és ezért nem jött létre egy ilyen globális uralom. Viszont most azt lehet látni, hogy ugyan szembe szokták állítani a két nagyhatalmat, Kínát, Amerikát, de szerintem kulturálisan már azért kezdenek valamilyen szinten egymásra hasonlítani, persze ezt nyugodtan cáfoljátok meg, ha nem így gondoljátok, hanem talán inkább úgy lehetne a mai világot felosztani, hogy a nyugati civilizáció, illetve ez az új moralitásnak az eszméje, és az iszlám világ, amit te is említettél, András, hogy ők nagyon sokan vannak, és még nagyon élesen szembeállnak ezzel a fajta új világgondolkodással. És ha ez így lenne, akkor kérdezném, hogy egy imám felhívta az európai muzulmánok figyelmét arra, hogyha azt akarják, hogy a gyermekeik megmaradjanak a muzulmán hitben, akkor menjenek haza. És készült egy statisztika, hogy az Európában élő muzulmán fiatalok 70%-a már elfogadja a homoszexuális kapcsolatot, legalábbis nem látja problémának ezt. És hát ez nagyon ijesztő abból a szempontból, hogy az LMBTQ lobbinak ekkora hatása van még erre a nagyon konzervatív, és kívülről úgy tűnik, hogy nagyon masszív vallási rendszerre is. Itt egy nagyon egyszerű dologról van szó igazából, és most mindent így egy kalap alá veszek. A vallásokat nem az államok győzik le, hanem a hedonizmus. És azok az arabok, akik is iszlám vallások idejönnek Európába, egy olyan világgal szembesülnek, ahol az állam nem írja elő azt, hogy pontosan mit tegyenek. Ugye azért nagyon nehéz, és ez mentális szempontból is, és sokat beszélnek azok, akik elhagyták az iszlám hitet. Azért nehéz az iszlám hitűnek lenni, és azért megterhelő egy iszlám országban, mert elő van írva, mindenki figyel mindenkit, hogy vajon jól betartja-e azt a dolgot, vajon tényleg úgy csinál, valójában elmegy-e az ottani istentiszteletre, vajon tényleg hithű módon öltözik, él, stb. A sharia erről szól, hogy az élet minden egyes területen meg van tározva. És amikor idejönnek Európába, eleve van már a globalizáció internet miatt egy hamis tényképzetük, tehát hogy a nők könnyen megkaphatók, a férfiak bármit csinálhatnak, ugye innen indulunk, és egy nagyon erős hedonizmust élnek itt meg. És entán tavaly előtt láttam egy statisztikát, és kimondottan az arab országok, tehát nem is Európában élő iszlám hitűekről, és egyszerűen döbbenetes mértékű az ateizmus. Csak hogy ezt nem hozhatják, nem a fiatalok körében, kimondottan. Hát az iszlám következő nemzedéke nem tartja fontosnak a vallást. Hát számomra is mindig érdekes volt, hogy
hogy az Antikrisztus hogyan tudja integrálni ezt az egész világot, kimondottan az iszlám világot, ami teljesen más, hogy az umma globalizmusában hisz, tehát abban, hogy a iszlám hívők közösség jelenti a globalizmus, akit a kalifa vezet, és egyféle ideológia van. De én úgy látom, hogy a hedonizmus, a könnyen elérhető java, a könnyű szórakozás, az egész emberiséget úgy, ahogy van, maga alá gyűri, bármilyen vallás és bármilyen ideológiájú legyen, és amikor azt mondod, hogy igen, Kína és Amerika hasonlít egymásra, igen, mert egyfajta világrendszerben vannak, ráadásul a kínai sikeres cégek azok mind amerikai mintára jöttek létre. Tehát hogy azok mind, ők másolják Amerikát, van amiben sokkal jobbak, de hát az arról szól, hogy nézzük meg, hogy mit csináltak jól, és pontosan csináljuk meg, csak amerikai befolyástól mentesen. Sokan azt mondják, hogy nem is keresztényektől jön, hogy a most az ilyen végső elválasztás, hogy ami most van, az a normalitás, racionalitás néző emberek, és a nem normalitás elfogadó emberek között van. Ennek klasszikus ütköző zónája most a transgender jogoknak a kérdése, olyan dolgokkal kapcsolatban, mint régen föl se tételeztek volna, hogy egy férfi, aki átműteti magát, de a csontváza, a szíve, az izmai nyilván férfiak maradnak, indulhatnak-e nőkkel egy bajnokságba, ugye sportba, vagy olimpiába, ugye erre már szabályozás van. Most ez olyan dolog, hogyha ezt fölveti valaki 10 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy csak 8 évvel ezelőtt, akkor azt mondják, hogy figyelj, vagy hát azért vannak női meg férfi sportok, mert nem vagyunk egyenlőek ezekben a kérdésekben. És sokan azt mondják, hogy most ez a fajta különbségtétel van, és itt nagyon érdekes, a Péter már utalt rá, hogy egyszerűen vannak kérdések például, hogy egy keresztény egy oldalon találja magát a G.K. Rowlinggal. Tehát, hogy ő most hivatalosan egy kiátkozott szerző, mert azt mondta, hogy ez a transgender jelenség, ez a női jogok évszázados küzdelmének vet így véget, hogyha bárki azt mondhatja, hogy nő, holott ő azt mondja, hogy hát a biológiai különbségekre épült a feminizmusnak nagyon sok ilyen vívmánya vagy törekvése. Szóval, hogy a szétválás lehet, hogy inkább így érdemes nézni. Igen, én csak röviden, mert utána nekem sajnos már mennem kell, hogy a következő programra, hogy egyetértek, az egyik, amit nagyon fontosnak tartok az előző körben, és akartam mondani, hogy egyetértek azzal, amit András mondott a normalitás és a nem normalitás küzdelméről, illetőleg arról, hogy valójában az, amit még a 20. században hittek sokan, hogy a különböző értékrendek békés egymás mellett élése lesz a jövő, az valójában nem működik. Tehát mondjuk az LMBTQ lobby, vagy a transgender lobby, az nem azt szeretné, hogy hagyják őket békén, hanem azt szeretné, hogy mindenki fogadja el őket, tudja, hogy van, ugye gyakorlatilag az ő jogaikat mások jogainak a kárára akarják érvényesíteni, amit itt az András az utolsó körbe említett, hogy nyilvánvaló, hogy mivel mondjuk az Egyesült Államokban megnézzük az atlétikai eredményeket, a női atlétikai világcsúcsok, azok férfiak között egy középiskolás vagy egy egyetemi bajnoki csúcsra elegendőek. Tehát egyszerűen a biológiai, fizikai adottságok miatt, magasugrástól kezdve távolugrás, futás, mindenben. Hogyha megnyitjuk az utat, hogy bárki, még csak nem is kell átoperáltatni magát, csak azt mondja, hogy ő nőnek érzi magát, és elindul, ugye az amerikai sajtóban most volt egy bicikli versenyen, ugye egy női bicikli versenyen, a biológiai nő a harmadik helyezettet tudott lenni, tehát ő neki, meg két férfinak született személy nyerte meg a versenyt, és minél többen jönnek rá erre, gyakorlatilag nőknek nem lesz érdemes sportolni, mert nem lesz esélyük. Tehát, de ugye ezek után felteszik a kérdést a Biden elnök sajtószóvivőjének, hogy hát ezt nem tartja a nőkkel szemben igazságtalannak, és őre azt mondja, hogy a transzgender jogok is emberi jogok. De ez azt jelenti, hogy az ő emberi joga nagyobb, mint a nőknek az emberi joga, mert őt előnybe kell részesíteni. És ugyanez történik, ugye látszik, hogy az LMBTQ sem azt szeretné, hogy hadd éljenek békességben, hanem azt szeretné, hogy a keresztényeknek, vagy a más értékrendet vallók
a torkán lenyomják azt. Ugye volt ez erre az eset, hogy a házasságot az a legfelsőbb bíróság Amerikában joggá nyilvánította az azonos neműeknek, akkor ők tudatosan azokat a jegyzőket keresték, vagy anyakönyvvezetőket, akikről tudták, hogy keresztény értékrendűek, és börtönbe juttatták őket azért, mert nem voltak hajlandók összeadni. Ők nem összeházasodni akartak, hanem azt akarták, hogy a keresztények értékrendje látványosan megbukjon. És ugye ez jelenik meg múlt héten a francia belügyminiszternek a nyilatkozatában, hogy az evangéliumi keresztényekkel és a muzulmánokkal is az a problémája, hogy nem hajlandók elfogadni, hogy az állam törvényei megelőzik az isteni törvényeket. Márpedig egy Bibliában hívő keresztény ezt nem fogadhatja el. Ugye most az iszlámra visszatérve csak egy gondolat erejéig, hogy ez egy nagy kérdés, hogy mi lesz az iszlámmal, mert egy úgy van, hogy a Bibliában látjuk, hogy a jövőben van egy egységes világrend, jelen pillanatban a jelenlegi helyzet és az egységes világrend között ott van az iszlám. Egyet, vagy hajlok arra, hogy van abban sok igazság, amit András mond, hogy lehet, hogy hogy kulturális alapon szenved vereséget az iszlám, az is lehet, hogy lesz még egy összecsopás, ugye a Biblia, a proféciákat magyarázók beszélnek, az Ezékiel proféta könyvében található Gog és Magog háborújára, ami nem azonos a Jelenések könyvének, az 1000 éves királyságot követő Gog és Magog háborúval, mert az Ezékielnél látható Gog és Magog háború után lesz egy olyan időszak, amikor Izrael ezt a győzelmet évekig fogja élvezni, ennek a győzelemnek a hatásait. Tehát vannak, akik számítanak esetleg egy ilyen nagy globális összeütközésre, és abban egy látványos iszlám vereségre. Ezt most még nem tudjuk, egyet tudunk, hogy Isten igéje igaz, és ami abban van, az meg fog valósulni. Hogy ez hogyan, mint a Derek Prince mondta mindig, és nagyon találó volt, hogy a proféciák olyanok, mint a távoli hegycsúcsok, ahol látjuk, hogy vannak, hogy helyezkednek el, de az, hogy igazából az egyik és a másik között mennyi ideig tart az út, és hogy milyen út vezet azon a két csúcs között, azt nem tudhatjuk, hogy ez egy-két év, vagy egy-két évtized, ami két leendő, bekövetkező esemény között. De amit látunk egyébként, amik most folynak a világban és a globalizáció területén, az csak a bibliai proféciákat megerősíti, és hát ezért mondja a Jelenések könyvének az eleje, hogy boldog, aki ezeket olvassa, miközben utána egy csomó nem túl jó hírt lehet olvasni, de mégis azt mutatja ezt, hogy Isten igéje igazság, és érdemes ráépíteni. Hak Péter, a Hídgyülekezete lelkész és a Szent Pál Akadémia tanára, Kánai András jövőkutató, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Mi is köszönjük.